Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk, ez már a Start Plus. És a nagy koalícióban látja a megoldást az ország gondjaira Csizmadia Ervin, aki ezt a gondolatot Következő Magyarország címen egy e-könyvben fejtette ki. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagy koalíció, de mikor? El tudja képzelni mondjuk ezekkel a politikai szereplőkkel 2018 után? Tehát, hogy Orbán Viktor, Tóbiás József, Gyurcsány Ferenc együtt egy kormányban üljön a parlamentben? Vagy tovább is tudnám persze sorolni a ma elképzelhetetlenül összeférhetetlennek tűnő neveket? Hát ugye a helyzet az az, hogy természetesen a politika az olyan, hogy az egész politikai elitet lecserélni nem lehet. Tehát én azt semmiképpen nem gondolom, hogy várjuk meg azt, amíg ez a mostani nemzedék mondjuk eltávozik, és teljesen vadonatúj emberek jönnek. Tehát igen, a válaszom az, hogy részben ezekkel az emberekkel kell ezt valamikor megcsinálni. A 2018-at azt nyilvánvalóan egy nagyon korai időpontnak gondolnám. 2018 az még a magyar politika szokásos, most is látható hát küzdelmeiről fog szólni, de valamikor a 2020-as évek közepén, második felében ez mindenképpen realitás lesz, már csak azért is, mert én nagyon tartok attól, hogy 2018-ban, hogyha az ellenzék mondjuk megnyeri a választást, az sem hozna megnyugvást a magyar politika mostani problémájára. Hát azért nem, mert félek, hogy megismétlődne fordított felállásban ugyanaz, ami ma történik. Tehát nagy valószínűséggel az ellenzék kétharmaddal nem tudna választást nyerni, mondjuk szimpla többséggel nyer. Egyrészt az ellenzék ugye nagyon széttagolt. Önmagában az, hogy 5-6 ellenzéki párt van, vagy esetleg jutna be a parlamentben, ez már önmagában a későbbi kormány szerepét vagy helyzetét meghatározna, és plusz még ott van az a Fidesz, amelyik mondjuk képzeljük el, hogy 2008-ban kikerül a kormányzásból. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon felfokozott, turbulens politikai tehát ön azt mondja, hogy annyira nehéz lenne ezeket az apróbb baloldali pártokat összefogni, hogy még mindig egyszerűbb lenne összefogni a politikai spektrum másik oldalával együtt, mint önmagukban? Mert ugye ez meg is fordítható, hogyha ezek együtt nem tudnának rendesen működni, akkor hogyan tudnának egy még összeférhetetlenebb 2018 azt gondolom, hogy a mostani helyzetnek még egy meghosszabbítása lesz, de nem biztos, hogy ezt meg kell hosszabbítanunk mondjuk a beláthatatlan idők végéig is. Tehát először is valóban az ellenzéki táborban véleményem szerint előbb-utóbb majd arra lesz szükség, hogy koncentrálódjon. 5-6 ellenzéki párttal szerintem fejlett liberális demokráciát nem lehet azért működtetni, mert egyszerűen az ellenzéki tábor nem tud önmagával megegyezni. Tehát ott szükség van valamilyen leegyszerűsödésre. Tehát amire én gondolok távlatilag, egy nagy koalíciónak az a feltétele, hogy legyen egy nagy jobboldali és egy nagy baloldali párt. Általában egyébként Európában, ahol nagy koalíciók vannak, ott ez a képlet. Gondoljunk ugye Németországra, vagy gondoljunk Ausztriára. Csak talán mások a személyi viszonyok. Nincs ennyire éles szembenállás, nincs ennyire durva a hang, nem, nincs ennyi személyeskedés. Megkérdeztem az előbb Szigetvári Viktort, ha már itt volt egy másik beszélgetésben, hogy mit gondol az ön felvetéséről. El tudja-e például képzelni, hogy ő egy kormányban üljön Lázár Jánossal, Rogán Antallal és így tovább, és azt mondta, hogy nem, most nem. Jó, hát azért mondtam az első kérdésére azt, hogy ez a személyi állomány részben de megmarad. Szigetvári Viktor egy viszonylag fiatal ember, tehát ők még, az ő generációja politizálna feltehetően a 2020-as években is. Akkor mondok önnek egy történelmi példát. Tudom, hogy a nézők nem szeretik, hogyha a jelenkorból visszamegyünk a történelembe, de például Magyarországon volt már olyan, hogy olyan politikusok kerültek egy kormányba, akik korábban el sem tudták ezt képzelni. Ez nagyon régen történt, a 19. század második felében, nem sokkal azután, hogy a kiegyezés megtörtént, és pár évvel azt követően az akkori vezető kormánypárt és az akkor vezető ellenzéki párt egyesültek, és olyan politikusok kerültek egy kormányba, akik addig kígyót, békát kiabáltak egymásra. Tehát én ezt nem tartom elegendő érvnek, megmondom őszintén, hogy most személyi konfliktusok vannak, azért nem lehet a jövőben ilyet csinálni. És mi elegendő érve az, hogy teljesen eltérő világképekről is van szó, eltérő értékrendről? Szerintem még ez sem. Tehát a politika az egy nagyon furcsa világ. A politikában ugye általában szidják egymást azok, akik ellentétes oldalon állnak, de hogyha van egy olyan kihívás, amelyik esetleg ezt felülírja. Például egy ilyen kihívás, hogy Magyarországon a mai kormányoldalnak van egy nagyon erős belpolitikai támogatottsága, de nincs külpolitikai támogatottsága.
a mai ellenzéki oldalnak van egy nagyon gyenge belpolitikai támogatottsága, viszont a nemzetközi környezet támogatja. Ezt a dolgot valamikor össze kell úgy hozni, hogy ez ne egymás ellenében nyilvánuljon meg, hanem összegeződjön. Tehát, hogy legyen Magyarországon egy olyan kormány majd egyszer, amelyiknek van egy belső legitimáció is, és ehhez egy külső legitimáció. Ez most teljesen szét van repedve, ketté van osztódva. Ez szerintem nem segíti Magyarországot hozzá ahhoz a kérdéshez, amiről egyébként az én könyvemnek az utolsó fejezete szól, hogy mi egy nagy koalíciónak a célja. Ez pedig az, hogy mondjuk így nagyon leegyszerűsítetten a társadalomnak ezt a szétesettségét, szétrepetezettségét valami módon, valamikor egyszer megpróbálja felszámolni vagy megszüntetni. Épp hogy társadalompolitikában vannak talán a legnagyobb eltérések abban, hogy ki hogyan képzeli el az ideális társadalmat? Igen, de én is néztem a Szigetvári Viktor Nagy Attila Tibor beszélgetést, és abban volt egy nagyon megfontolandó elem, ez pedig az, hogy vitát kell folytatni mindenféle kérdésekről. Magyarországon például ezeket a nagyon különböző véleményeket is el kell kezdeni megvitatni. Miért gondolja azt magáról egy jobboldali politikus, hogy az a világkép jó, amit ő képvisel? Miért gondolja egy baloldali? Ezek olyan értékrendek, amiket valami módon el kell kezdenünk feltárni, megérteni, megvitatni. Igen, de ehhez nem kéne nagy koalíció, nagyon jó lenne, ha mondjuk most ez egy normális mederben zajlana, erre lenne az országgyűlés, meg a nyilvánosság számtalan más fórumai. De a nyilvánosság fórumai éppen hogy úgy működnek, hogy ezek a politikai viták nagyon ritkán történnek meg, például stúdiókban, média eseményeken, inkább vagy az egyik tábor beszél saját magával, vagy a másik tábor saját magával. Tehát mondjuk, amit én el tudok képzelni, egy nagy koalíció, az egy hosszú út vezet, ami például ilyen vitákban kristályosodik ki, hogy megértsük tulajdonképpen azt, hogy tulajdonképpen milyen múltból is jövünk, és hogy ez a múlt, ez mindig is produkálta ezeket a széttöredezettségeket. Ahhoz, hogy egyszer Magyarországot egy emelkedő pályára lehessen állítani, ahhoz szerintem nem lesz elég egy politikai blokknak a kormányzása. Hát elég érdekes helyzet lenne, amikor majd ezek a viták a kormányülésen zajlanak, de nem lehet, hogy ön például ebből az egész számításból kifelejti a Jobbikot? Mert jelenleg azt mutatják az adatok, és tudom, hogy ezek persze mulandó dolgok, hogy éppen melyik felmérés mit mutat, de most a második legerősebb párt, a legerősebb ellenzéki párt a szélső jobboldali Jobbik. Igen, ilyen kritikát természetesen már kaptam. Erre a következőt tudom önnek mondani, ha már említettem ezt a történelmi példát. A magyar történelmi mindig volt két meghatározó irányzat, leegyszerűsítve baloldal és jobboldal. Mindig volt a két irányzat mellett egy radikálisabb irányzat, amire utaltam a magyar múltban. A két párt egyesülése, a vezető kormánypárt, vezető ellenzéki párt meghagyta maga mellett azt a radikális pártot, amely abban a korszakban is volt, azt függetlenségi pártnak hívták. Ez a függetlenségi párt, vegyük úgy, hogy a mai Jobbiknak valamilyen előképe, sosem tudott kormányra jutni. Tehát most az, hogy a Jobbiknak a népszerűségi mutatói javultak, ez szerintem nem írja felül azt a dolgot, hogy végül is Magyarországon akkor lehet igazán kormányozni, ha a két meghatározó erő, baloldal és jobboldal egymással egyezik ki. Már csak azért is, hogy ne növekedjen tovább például a Jobbiknak a népszerűség. Nem elképzelhető, hogy egyébként ez fordítva hatna? Tehát, hogyha centrumhoz közelebb álló jobboldal és baloldal kiegyezne és kormányozna, akkor nyilván az ő kormányzásuknak is lennének sértetjei, lennének áldozatai, kritikusai, meg egyébként is a magyar embereknek van hajlamuk, hogyha valaki kormányon van, akkor azt elutasítsák. A Jobbik ölébe hullhatna automatikusan, ezért is a népszerűség, mert ők lennének kívül ezen a megállapodáson. Hát jó, ez egy feltételezés, hogy ez így történne. Ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Nincs ennek legalább akkora esélye, mint annak, hogy ezzel sikerül őket támogatni. Lehet, hogy van ekkora esélye, de szerintem ez nem írja felül azt, hogy a két nagy tábornak mégiscsak meg kell valamikor kísérelni azt, hogy valami közös irányt, valami közös célt jelöljön ki. Még egyszer mondom, a legfontosabb közös cél szerintem az, hogy a jobb oldal belpolitikai és az ellenzéki oldal külpolitikai népszerűségét valahogyan egyesíteni. Ha ez a két dolog külön lesz, akkor is növekedni fog a Jobbiknak a népszerűsége, hogyha ezek ebben a mai felállásban maradnak meg, tehát hogy az egyik kormányhoz a másik ellenzékben van. Hogy lehetne mondjuk például akkor semlegesíteni azt a kiszámítható narratívát, hogy az együttműködésen koalíción kívül maradó pártok azt mondják, hogy ezek azért találtak ilyen szépen egymásra, mert ezentúl majd együtt fognak lopni?
ezt sehogyan sem lehet semlegesíteni, mert az állampolgárok egy része az mindig ezt mondja a politikáról, független attól, hogy kis koalíció van, vagy nagy koalíció. Én azt tudom mondani, hogy ennek a nagy koalíciónak, ha egyszer bekövetkezik, az lehetne az üzenete, hogy végre van egy közös irány, amely felé magyar pártok, meghatározó pártok együttesen tartani tudnak. Ebben nem kell feladni egyiknek sem az értékrendjét, tehát ez nagyon lényeges, hogy előbb-utóbb majd el kell jutnunk oda, hogy a jobboldali értékrend és a baloldali értékrend egyenrangú, és nem ez az állandó izé van, hogy melyik a értékesebb, melyik a kevésbé értékes. Konkrét kérdésekben mégiscsak döntést kell hozni. Tehát mondjuk az, hogy sávos adórendszer, vagy egykulcsos adórendszer, az vagy-vagy? Ez kétségtelen, de hát a nemzetközi életben létező nagy koalíciók is azt mutatják, hogy tudnak döntéseket hozni, csak emlékeztetném mint arra, hogy mielőtt megalakult a legújabb német nagy koalíció, azelőtt kőkemény kampányt folytattak egymás ellen, és szinte minden kérdésben kiderült, hogy nem értenek egyet. Miután nagy koalíció lett, önhall vitákat a nagy koalíción belül. Tehát itt azért van egy politikai etikett is, vagy egy kormányzási etikett, hogy akivel együtt kormányzok, annak a politikáját nyilvánvalóan kifelé legalábbis nem bírálom. Tehát ide azért el lehet éppenséggel jutni. Nagyon köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Én is köszönöm a meghívást.